Üdvözlök mindenkinek az infobubble.hu weboldalon, ezúttal a Blick cikkét fogjuk megnézni, legalábbis ezzel kezdjük, ez 2022. 11. 16 ai miszerint nőket legyőzve nyert meg egy rangos szépségversenyt egy transznemű induló. A transnemű nő megnyerte a szépségversenyt, és így küzdhet a Miss Amerika címért a későbbiekben. Nem csak szépségüket értékelik, hanem tanulmányi teljesítményüket, rátermettségüket, tehetségüket, jellemüket, valamint közösségért végzett munkájukat és kitartásukat is. De ami a világban történik ma, szerintem túlmegy már mindenféle degenerációnak a határán, meg, meg mindenféle dolog határán, ami elviselhető még egy normál gondolkodású ember számára azt nem tudom, hogy hogy létezhet. Nem is értem ezt az egészet, mert hogyha legalább tényleg most keresni fogok képeket, ahol valóban transznemű nők vannak, kire még az ember azt is mondja, hogy össze is keverhetné egy nővel. De hát ez olyan, mint a, a, rút kiskacsa, vagy a fekete bárány, hogy bárki, aki ránéz a képet, tudja, hogy valami nem stimmel. <laughs> Még a Guardian is írt Nagy-Britanniában erről, bár ők a sport kapcsán, ugye ez Lia Thomas úszó, ez egy férfi, aki nők között indul, és csodálkoznak, hogy megnyer mindent, de van súlyemelő, Lauren Hubbard, és, és biciklista Emily Bridges, aki szintén, ugye úgy fogalmaznak, hogy elit trans nők, de hát persze, hogy elit, hát egy középszerű férfi a nők között világbajnok lesz, úgyhogy nyilván elitnek tűnik, erre mondják azt gondolom, hogy vakok közt a félszemű a király. És nem a nőket akarom ezzel bántani úgy, olyan értelemben, hogy az ő képességeiket. De hát szerintem akinek egy fél agya van, az tisztában van azzal, hogy ha férfiakat meg nőket összeengednek sportversenybe, akkor olyan nagy kérdés nem lesz, hogy melyik fél győz. Csak az a kérdés, hogy melyik férfi lesz az első. Láthatjuk, hogy a kutatások is alátámasztják. 12 hónap tesztoszteron csökkentő kúra után is maximum 5%-kal vagy körülbelül 5%-kal csökken a testoszteron mennyisége a férfiaknak a szervezetében, ami óriási különbséget jelent, hiszen férfiaknak alapból 10, 20, 30-szor annyi testoszteron van a szervezetében, mint a nőknek. Ami alapvető fontosságú az izomtömeg növelés, regenerálódás és egyéb sportban használt és fontos képességek, készségek szempontjából. De más tanulmányok arról számolnak be, hogy akár három év hormonterápia után is megmarad a versenyzőnek az ereje. És nagyszerűen összefoglalja ez a kép, hogy hogyan is gondolkodik egy normál ember, ugyanis mentsék meg a női sportot, ha engedik azt, hogy a transznemű férfiak, vagyis bocsánat, a transznemű nők versenyezzenek a nőkkel, akkor a női sport gyakorlatilag lehúzhatja a rolót, ugyanis egyetlen természetes nő idézőjebe véve aki nőnek született, nem fog tudni versenyre kelni a transznemű nőkkel, akik lényegében született férfiak. Nem csak az a lényeg, hogy mennyi tesztosztáron van a férfi szervezetében, a férfi alapvetően több izmot hordoz, csontozott a keményebb, az egész szervezet úgy van felépítve, a sportra, de akár harcra is alkalmasabb, mint a nő. Nincs arról szó, hogy egy nő nem tud, nem lehet erős, vagy gyors, vagy akármi. De mutatok néhány cikket, ami alátámasztja majd ezt, hogy egyszerűen csak nincs összehasonlítás, hogyha férfiról meg nőről van szó, teljesen fölösleges. Ez dailymail.co.uk, és mielőtt megmutatom ezt a cikket, hagyj kérek meg mindenkit arra, hogy osszátok meg a videó linkjét, lájkoljátok a videóinkat közösségi oldalakon, ez nagy segítség számunkra, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok a munkánkat, akkor támogassátok azt. Arról írnak, hogy az Ausztrál Nemzeti Futballválogatott a női 7 ra kikapott a 15 éven aluli fiúktól. A Newcastle Jets fiúcsapata, ami 15 év alatti 7 ra megverte a felnőtt női futballválogatottat. 1998-ban az Ausztrál Openen, ha jól értelmeztem ezt az írást, egy német teniszező Karsten Brás, játszott Serena és Venus Williams ellen. És hozzátartozik az igazsághoz, hogy 16 volt Serena és 17 volt Venus Williams. Carson Branch pedig akkor 1998-ban 203 volt a férfi toplistán. A legjobb helyezése 94-ben volt 38 -dik. 30 éves volt ekkor, 203 volt 98-ban. 6-1-6-2-re megverte őket, először Serena, aztán Venus Williams 6-1-6-2, azt nyilatkozta a mérkőzés után Serena Williams, hogy extrém nehéz volt ez a küzdelem, hogy ezek a szervák, illetve ezek az ütések, amiket ez az ember képes volt nekik ütni, ezek a női VTA túron nyerők lettek volna. A The Guardian is beszámolt erről, úgyhogy feltételezem, hogy ez igaz még akkor is, hogyha nem nagyon szerepelt ez a hírek között soha ez az esemény. Sőt, ők itt részletesen írnak erről, hogyha valakit érdekel, megnézi majd. Menjünk tovább. 1998. január 28-án az irishtimes.com úgy hívta ezt az összecsapást, mint a nemek harca. Úgy fogalmaznak, hogy ez a mérkőzés bizonyított az, hogy a nők nem keveredhetnek a férfiakkal a profi tenisztornákon. Visszatérve az Ausztrál női csapatra, az Swimming Standard szintén közölte ezt a hét, hogy 7 nőre kikaptak a 15 éven a lépjúktól, de ez nem az egyetlen egyébként. Ez talán még annál is megdöbbentőbb, ugyanis a női világbajnok amerikai foci csapat 5-2-re kikapott az FC Dallas 15 éven aluli fiú csapatától. Mert elmondom még egyszer, a női világbajnok amerikai futballválogatott 5-2-re kikapott a Dallas, FC Dallas 15 éven aluli fiú csapatától. 2017. április 6-ai ez a hír. De itt van néhány kép erről a futballmérkőzésről, szóval ezek 15 éven aluli fiúk. Ez a különbség a férfiak, meg a nők között. Mármint ami a fizikális adottságokat illeti. CBS Sports ugyanez a hír, FC Dallas 15 éven aluliak megverték az amerikai <laughs> női válogatottat. Ez pedig Dailymail.co Na most mindezek után ez a következő hír még szintén a transznemű világból származik, és arról írnak ez Index.hu, hogy transzneműként Coming Out volt a rendőrtiszt, aki a bűn mellett a trollokkal is küzd Anglia egyik első transznemű rendőrtisztje azóta harcol a trollokkal, hogy felvállalta önmagát. Mint mondta, olyan érzés ez, mintha ára a szemben úszna a gyűlölet tengerébe. Én semmiképpen nem arra bíztatnék bárkit is, meg senkit, hogy, hogy gyűlölje ezeket az embereket, vagy bármit is írogasson róluk, és stb. Az abszurditás, az sajnos amellett az ember nem mehet el. Ez csak egyszerűen bizarr. Úgy értem, hogy minden tiszteletem az ővé, de ez csak nem lehet normális. Semmiféle világban nem gondolhatjuk azt, hogy egy, férfi nőnek öltözik, és az, az ott minden száz százalékig rendben van és ezért a propaganda, illetve a média, a szórakoztatóipar a felelős elsősorban, hiszen az, az, az információ, meg ez az egész életstílus, ez onnan ered. Az amerikai Egyesült Államok az a nagy erő emögött a mozgalom mögött, ami az egész világot transformálja át egy ilyen fejjel lefelé birodalommá, ahol minden, ami eddig normális volt, az abnormális, ami jó, az gonosz lett, ami sötét, az mostanra világos. Szóval én nem azt akarom, hogy bárki is ezeket gúnyolja, ezeket az embereket nyilvánosan, stb. És én nekem is az a célom, de mindenképp fel akarom hívni a figyelmét azoknak, akiket ez érdekel, hogy, hogy, ez egy mozgalom, és, és hogyha nem tanítjuk meg a fiatalokat arra, hogy ez, ez abnormális, akkor, akkor ennek rengeteg áldozata lesz, mert ez nem más, mint egy szellemiség, ami terjed az interneten keresztül. Non-bináris Transformers mutatkozott be az alakváltó robotok új sorozatában. Új Transformers animációs sorozat indult a Paramount idehoz ide Sky Show Time-on keresztül lesz majd elérhető. Ez a non-bináris ez azt jelenti, hogy se férfi, se nő. Ugye a bináris rendszerben van férfi, meg van nő. Ez a non-bináris pedig egyik se. Ebben az új sorozatban bemutatkozott egy Nightshade nevű karakter, aki hivatalosan non-bináris, azaz they, them névmásokat használja. Eljátszom ezt a rövid részletet ebből a videóból, és akkor mindenki talán jobban meg fogja érteni, hogy miről beszélnek ezek a non-bináris dolgok. What if, even while interacting with humans, a robot feels both male and female, or neither? We already have this concept among humans, but we have yet to see any robots taking up a gender neutral pronoun like they. English has the genderless pronoun they, and there are options such as neo pronouns that would make a lot of sense for asexual alien culture to use. But Transformers, as a franchise, has never touched them. Szóval végre megtörtént, és végre van non-bináris karakter a Transformersben ben is. Mindezt úgy, hogy ez elsősorban ugye gyerekeknek készül, képzelje mindenki, hogy milyen hatással van az egy felnővekő emberre, hogyha azt látja, hogy ott ilyen mindenféle non-bináris robotok, akik ők névmásokat használnak, mikor róluk van szó. Itt tartunk. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, remélem hasznosnak találtátok a videót. Osszátok meg, amennyiben igen a közösségi média oldalakon lájkoljátok. Like Ez nagy segítség számunkra is, hogyha támogatni szeretnétek munkánkat. Egyszerűen csak a prémium előfizetési csomagot ajánlom, ahol az extra videókat is meg tudjátok tekinteni, és közben a mi munkánkat is segítitek. Szép napot mindenkinek, köszönet és halleluja!